Gergő, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat egy kávéra, vagy egy tejára, illetve egy beszélgetésre. Mivel kínálhatunk meg? Köszönöm szépen a meghívást. Hát egy finom zöld teát, azt most elfogadnék akkor. Azt kérem neked. Köszönöm. Mai vendégem az a nyíregyházi fiatalember, aki már több mint 150 alkalommal ölthette magára a magyar válogatott mezét. A kézilabda szeretete gimnáziumi évei alatt alakult ki benne. Egészen addig úszóbajnoknak készült. Elmondása szerint, ha nem sportolna, akkor is a sportolás közelében tevékenykedne, ugyanis szüksége van arra a légkörre, ami körülveszi a sportolókat. Szintén nyíregyházi származású feleségével jelenleg Tatabányán élnek, de gyakran hazautaznak szülővárosukba. Ma már szülőként, hiszen néhány hónapja megszületett első gyermekük. Az apa szerep talán még új, ám a jól megszokott és jól bevált jobb szélső poszt már igen régi a népszerű kézilabdázó számára, aki egyébként a Bundesligában is kipróbálhatta magát. Vendégem Harsányi Gergő, válogatott kézilabdázó, aki részt vett több világ- és kontinens viadalon, és aki 2012-ben megkapta a Magyar Arany Érdemkeresztet is kiemelkedő sporttevékenységéért az olimpiai csapat tagjaként. Harsányi Gergő a magyar férfi kézilabda válogatottal sikeres mérkőzéseken köszönt el az átépítés előtt álló nyíregyházi sportcsarnoktól hazai közönség előtt. Ennek apropóján találkoztunk egy zöld teára, és beszélgettünk feketén-fehéren. Mennyire őrzöd annak a mérkőzésnek az emlékét, ami szintén ezen a helyszínen zajlott, de számodra az első volt? Mindenképpen megvannak bennem ezek a pillanatok, hiszen itt kezdődött el számomra a sportélet. Igaz, hogy korábban az úszás volt a fő profil, vagy az első útirány. Olimpiai bajnokúszásba akartam lenni kisgyerekként. Aztán változott az élet, mert a Zrínyi gimnáziumban ugye a kézilabdát kezdtem el a Barta Dénes irányításával és segítségével. És hát megmaradtak azok a pillanatok, amikor a bújtési sportcsarnokban még ifistaként, de már felnőtt játékosként a kispadon ülhettem, illetve akkor először vetettek be, akkor is telt ház előtt, és még 7 méteres lőhettem, az volt az első NB1-es gólom 17 évesen, és megmaradt bennem, hogy én visszasétáltam a 6-os vonalra, és a Mohácsi Árpi, akit gólkirály is volt, közönségkedvenc volt, válogatott játékos, odajött hozzám, mindenki nézett, hogy akkor most tulajdonképpen mi történik, visszagyalogolt a 6-ossal, kezembe nyomta a labdát, és mondta, hogy én lőjem a 7 méterest, pedig ő volt az, aki mindig ezeket elvégezte. Úgyhogy a sikeres 7 méteres után én neki is megköszöntem, nyilván a közönség is velem örült, tehát ez egy maradandó pillanat, amit azóta is köszönök az Árpinak, hogy ilyen gesztus gyakorolt felém. Aztán még volt jó néhány mérkőzés, ahol 5-10 percekre beállhattam. Szüleim, barátaim kint voltak, tehát mind-mind olyan pillanat, amitől most is borsózik a hátam. És abban az évben, ez a 98-99-es esztendő, amikor a Bíró Imre volt a vezetőedzőnk, akkor abban az évben nem kaptunk ki hazai pályán. Tehát a bújtosi sportcsarnoknak volt egy olyan atmoszférája, és hát maga a nyíregyházi közönség az is félelmetes, híres, hírhet volt arról, hogy tényleg olyan támogatást adott a hazai csapatnak, hogy egyszerűen lehetetlen volt veszíteni. A kezdeti Nyíregyházán eltöltött kézilabdás évek után mi következett és miért? Nekem az első szempont mindig az volt, hogy a tanulás. Szüleim is ezt súlykolták, hogy az a legfontosabb. Úgyhogy én Budapestre a Zrínyi gimnázium elvégzése után a Corvinus Egyetemre mentem, oda nyertem felvételt, és ez volt a fő cél, hogy az egyetemet elvégezzem. Az egy külön szerencse és egy lehetőség adódott, hogy mivel itthon jól ment a játék, az akkori ifjúsági válogatott edzője, Kovács Mihály, az akkori elektromos csapatához már akkor hívott. Mondta, hogyha fölkerülök Budapestre, akkor ő örömmel venné, hogyha csatlakoznék hozzájuk. És gyakorlatilag ez a kettő, ez nagyon jól kiegészítette egymást. Tudtam a nappali tagozatos hallgatóként az edzéseket is látogatni, és tényleg az életemben ez mindvégig nagyon jól kiegészítette egymást, úgyhogy ez így megmaradt a tanulás mellett a sport. És aztán? Budapesten egy
jó 8 évet éltem, aztán kikerültem egy évre Bundesligám, az a világ legerősebb bajnoksága volt, vagy még jelen pillanatban is, de az biztos, hogy az egyik legerősebb a világon. Ez régi álmom volt, hogy ott is kipróbálhassam magam. Stuttgart mellett Frischauf Göppingen nevezetű csapatába kerültem ki. Ez egy Bundesliga középcsapat. Ott egy középcsapatnak talán nem is lehet nevezni valakit, mert ott minden egyes mérkőzés nagyon szoros, tehát ott az utolsó helyzet is sokszor elkapja az elsőt. Szóval azért is fantasztikus az a bajnokság, mert minden mérkőzés úgy kell kilépni, hogy nem biztos a győzelem. Úgyhogy nagyon sokat tanultam abban az évben. Igaz, hogy játék lehetőségben még többet is lehetett volna, de aztán az élet úgy hozta, hogy utána hazajöttem egy családi esemény miatt is, illetve amiatt, hogy volt egy kisebb sérülésem kint, és úgy döntöttem, hogy inkább itthon folytatom a pályafutásomat, de nem bántam meg, mert visszakerültem az anyaegyesületembe Budapestre, és ugyanúgy tudtam folytatni a tanulmányokat is, úgyhogy kereknek érzem ezzel együtt a történetet. Mikor világosodott meg az előtted, vagy mikor látszódott már tisztán, hogy azért a kézilabda az egy fő irány lesz az életedben? Amikor elvégeztem a Napoli Egyetemet, a Corvinust, akkor ugye lehetett volna dönteni, akkor civil élet vagy kézilabda, de mivel már akkor felnőtt válogatottban játszhattam, és olimpiára is eljutottam, tehát nyilván ezek mutatták azt, hogy azért sikeres úton vagyok. Ezek bátorítottak arra, hogy ha van lehetőségem, akkor folytassam ezt, és ez legyen a fő irány. És akkor egy picit fordult annyiban a kocka, hogy a sport mellett kezdtem el tanulni. Tehát azt gondolom, hogy az egyetem után tisztult le bennem is az, hogy ezt kicsit komolyabban szeretném folytatni, és akkor több idő maradt az edzésre is. Közben említetted itt ugye azt, hogy válogatott játékossá váltál, ezt ki közölte veled? Ha jól emlékszem, akkor 21 éves voltam, amikor először a válogatottba meghívást kaptam, és az elektromos csapatában Németh László volt akkor az ügyvezető, illetve a csapatunkban olyan, aki játékosokat segítette, és ő hívott, hogy hát képzeld, meghívtak a felnőtt válogatottba, hát először szóhoz se jutottam, mert nyilván minden sportolónak vágya az, hogy megmérettesse magát a legjobbak között. Úgyhogy hát nagyon örültem annak a hírnek és az első meccsnek is, ami ha visszaemlékszem, akkor 2002-ben volt kint, Templom Szlovéniában játszottunk, és pont aznap a legjobb kézilabdás, a Carlos Perezzel egy napon lettünk válogatottak, úgyhogy nekem ez egy külön jó omen volt, vagy jó pillanat. Jobb szélső az alappozícióm, a Barta Dénesbá erre a pozíciója képzett ki főleg, de ifjúsági koromban is azért játszottam átlövőként, és aztán később irányítóba is egy-egy negyed órát játszottam azért, tehát én azt gondolom, hogy szeretek több pozícióban is játszani, de az alapképzettségem is ugye válogatottban legtöbbször a jobb szélső pozícióba jutottam szerephez. Ha viszont átlövőbe kellett jönni, például egy nyitott védekezésre, akkor ott is jól érzem magam, és azért jó egy kicsit följönni és több labdát kapni. Van elképzelésed arról, Gergő, hogy hány kezdő sípszó hangzott már el, amikor te pályára léphettél? Hivatalos meccsen? Hivatalos. Hát utána kellene számolni, biztos. Hát ha azt nézem, hogy elmúltam a 150-es szeres válogatott már, NB1-es meccset egy évben lejátszunk mondjuk 35-öt, vagyok 10x éve, hát biztos olyan valahol 500 körül satszolom már ennek a sípszóknak a számát szerintem. De majd egyszer utána számolok, érdekes kérdés. Érdekes adatok jöhetnének ki. Bizonyára jó pár helyzet is örökre megmarad benned, bizonyára jó néhány emlékezetes mérkőzés is van. Én nem bánnám, ha egyet-kettőt ezekből felelevenítenénk, akár más szempontok alapján. Sírás volt párszor, nem azért? Sírni konkrétan nem emlékszem, hogy így sírtam volna, legalábbis abban a pillanatban meccs után, de azt tudom, hogy fájó pillanatok azok voltak, tehát sokszor volt már egy gólos vereség a legrosszabb pillanatokban,
olimpián maradtunk le ugye egy góllal, például a dobogóról, ezek mind fájó pillanatok, de jobban megmaradnak bennem a pozitív pillanatok. Így gondoltam a sírást, a megkönnyezést. Könnyezés az inkább. A csapat szinten is rengeteg élmény van, tehát főleg az olimpiához vagy világversenyhez köthető. Klub szinten is rengeteg olyan mérkőzés volt, ahol például egy góllal nyertünk és fontos pillanatban. Most világbajnokságú jutott eszembe, hogy a 2009-ben a svédek ellen játszottunk helyosztó mérkőzést, és én csak 5 percet játszottam a meccs végén, és nagyon koncentráltam a kispadon, valahogy éreztem, hogy fogok játszani. Igaz, hogy csak epizód szerepet kaptam, de fölkanyarodásban az utolsó gólt én lőttem, és emlékszem mai napig arra az eufórikus állapotra, hogy annyira örültem, és kinéztem a kispadra is velem együtt mindenki, hogy ez a pillanat ez megmarad az emberben. Épp úgy, amikor most 2012-ben a londoni olimpián a negyeddöntő megvertük Izlandot. Azt az Izlandot, akitől előtte nagyon sokszor az utóbbi időben kikaptunk, mert egy nagyon erős válogatottról volt szó, és hát a jóisten velünk volt, és kaptunk lehetőséget, hogy a végén egyenlítettünk, aztán az utolsó pillanatban tudtunk nyerni. Hát ott olyan boldogság szabadult föl a csapatból, hogy ez eszméletlen. Ráadásul azok a visszajelzések, amik ott a kína csarnokban, 6000 magyar volt kint Londonban akkor azon a meccsen, akik szinte hazai pályát teremtettek, hiába voltunk több ezer kilométerre Magyarországról, illetve itthon azok a telefonhívások, azok a történetek, amiket elmesélnek, ezek felejthetetlenek maradnak. Hiszen többen elmesélték, hogy aznap, amikor ezt a meccset játszottuk az Izlanddal, akkor megállt az élet itthon. Tehát mondták, hogy munkát abba hagyták, szóltak a főnöknek, vagy a főnök mondta azt, hogy na most másfél óráig semmi, mindenki jöjjön be, tévét nézünk. Tényleg nem két ilyen történetet hallottunk, és hát ezek a visszajelzések, ezek plusz erőt adnak a folytatáshoz bármikor. Te szereted nézni a tévében a kézilabdát? Van, amikor igen. Van, amikor egy kicsit sok vagy, akkor azt mondom, hogy ezt még például nem nézem meg. Nyilván, hogyha egy jó meccs van, vagy fontos, akkor természetesen figyelem. Egy bajnokok ligája meccset, vagy egy Bundesliga meccset azért szívesen megnézek. Azért ezek látványosak, pörgősek, a világ legjobbjai vannak ott. Én szerintem a kézilabda az egy nagyon attraktív sport. Nem csak azért mondom ezt, mert én üzöm, hanem kívülről is így gondolnám, és szerintem nagyon sokan vannak így, hogy labdasportágok közül az egyik leglátványosabb sportág. Mint egy jó akciófilm. Hát az biztos, hogy így van. Tehát néha történeteket nem lehetne így írni, forgatókönyvet nem lehetne írni. Pillanatokon belül változik a játék. Lehet, hogy az elején még 6-8 gól az ellenfél vezet, van, hogy negyed óra az előtt, a vége előtt is, és a végén egyszer megfordul a játék, azért ott van egyszerre 15 ember mondjuk a pályán, és azért pillanatok alatt hibák csúszhatnak be, föltámad a másik csapat, és a néző csak kintől néz, hogy mi történik, kapkodják a fejüket, és pont ezért szép, mert szerintem sokkal gyorsabban megfordul egy-egy mérkőzés, mint akár fociban, vagy más sportágokban. Te miben vagy a legjobb? Mi megy a legjobban neked? Hát ez érdekes kérdés. Nem tudnám megfogni pontosan miben. De a védekezés, azt gondolom, hogy arra nagyon sok energiát fordítok. Korábban az ment inkább jobban. Aztán támadásba fokozatosan kezdtem ugye fejlődni. Nyilván mindig lehet fejlődni, és mindig is kell. Aztán egy idő múlva a hetes dobások jöttek hozzám, arra próbáltam oda koncentrálni, hogy azt szinte hibátlanul, de kevés hiba százalékkal legalább elvégezni. Úgyhogy arra próbálok odafigyelni, hogy minél kevesebb hibával és a csapatot segítve próbáljak játszani. Azért azt nem szeretném kihagyni, hogy a magyar női kézilabdára legalább egy kérdés erejéig ne kérdezzek rá. Mi a véleményed? Szerintem a magyar lányok azok a világ legjobbjai. Ha csak a válogatottat nézem, tényleg olyan nevek vannak itt a Görbic Anitától a Pálinger Katiig, akik évek óta, gyakorlatilag az utóbbi évtizedben ott vannak a világ elitben.
és mint klubcsapatok nézek például a Győrt, vagy a Fradi is sokáig ott volt, akkor pedig klubszinten is a világ élmezőnyébe tartoznak a lányok. Ez nagyon jó, mert ők is viszik a magyar kézilabda hírét. Ugye sokszor játszottak olimpiai világbajnoki döntőket, most végre a Bajnokok Ligájába csúcsra írtak klubszinten, és meg is érdemelték, mert tényleg mindig ott voltak a határmezsgyén, hogy kijöjjön az eredmény. Úgyhogy ez nagy öröm, hogy a magyar női kézilabdások azok világhírűek. Hát most te viszed a megye és a város jó hírét. Azért néhány évtizeddel ezelőtt, ha már itt a hölgyek felmerültek, azért egy Szántó Anna, aki szintén a megyéből származott el, azért mint világválogatott, azt gondolom, hogy talán az ő nevét is megemlíthetjük. Kulcsán Anita volt fantasztikus kézilabdás, így van. Sajnos tragikusan elhúny, de én sokszor láttam őt játszani, és Hadomás Pista bácsi volt ugye az ő nevelőedzője, aki a Kölcseibe remek munkát végez a utánpótláson, ugye a lányoknál és felnőtt szinten is. Anita egy szenzációs érzékkel megáldott beállós volt, nem véletlenül volt ugye a világ legjobb beállósa. Én azt gondolom, hogy ő utána egy picit űr volt olyan téren, hogy hozzáfogható beállós nem nagyon született a világon, úgyhogy őróla is szép emléket őrzök. Ha nem sportolnál ilyen szinten, akkor mivel foglalkoznál? Valószínű, hogy akkor is a sporttal. Tehát sport azért, egyrészt azért, mert saját magam is sportolok az életem, de azért is, mert szeretem nézni, szeretem a közeget, szeretem, ahogy a sportolók gondolkodnak ezt az életstílust, tehát valószínűleg akkor is szeretnék adni valamit a sportnak. Akkor nem sportolóként, de sportvezetőként, edzőként, sportdiplomataként, de valahogy akkor is ebben a közegben érezném magam a legjobban, de más szegmensében az életben akkor is azt gondolom, hogy meg tudnám állni a helyemet, tehát sok minden érdekel ilyen téren, tehát az üzleti életben is biztos, hogy ha tapasztalatokat szerez az ember, akkor annak is megvan a maga szép oldala. Mert hogy ugye majd eljön ez az idő, amikor esetleg ezen el is kell gondolkodni, hogy igen, hogyan tovább. Igen, ezen nyilván sokunk gondolkodunk, hogy mi lesz majd, hogy akkor, hogyha abba kell hagyni. Már 20 éveseknek is érdemes felépíteniük valamit, vagy úgy gondolkodniuk, hogy egyszer ennek vége szakad, mert hát ez a sportpályafutás, ez véges, még akkor is, ha kézilabdásként mi szerencsések vagyunk szerintem annyiban, hogy tovább tudjuk csinálni, mint mondjuk egy tornászlány, vagy egy úszó, akiknek a karrierük a sokkal hamarabb érik be, és mondjuk ők 10 évesen lesznek a csúcson. Nálunk egy kézilabdás elmondhatja, hogy olyan 28 és 33-34 éves kor között még a csúcson lehet, mert akkor van meg a tapasztalata, még a sérülések esetleg elkerülték, és a biológiai életkora is megengedi. Úgyhogy ilyen téren van több időnk ezen gondolkodni, de természetesen az én fejemben is ez régóta benne van, hogy oda kell figyelni. Pontosan ezért tanulok én is, vagy azért figyelgetek, hogy mik azok a dolgok, amihez később lehetne kezdeni. Én az, amit az előbb mondtam, hogy a sportban tudnék segíteni, ezt most is így gondolom, hogyha majd befejezem, akkor elsősorban a sportban képzelem a jövőmet. Milyen családból jöttél, Gergő? A sportot hozhattad onnan, a szeretetét? Természetesen nekem a szüleim is kézilabdáztak, sportot nagyon szeretik ők is, és amellett, hogy ők is sportoltak, az, hogy az én utam idáig vezessen, abban nagyon nagy segítségük volt, hiszen ők hordoztak gyerekkorunk óta testvéremmel, ugye jártunk úszásra, triatlonra, a testvére balettozni, akkor mezei futóversenyre, atletizálni, foci, röplabda, tehát tényleg mindent kipróbáltattak velünk és vittek kora reggel már az uszodába, 5 órakor keltünk, akkor délután, iskola után is kihoztak, este hazavittek, tehát mindent alárendeltek annak, hogy a testvéremmel együtt megkapjuk ezeket az alapképzéseket, megismerkedhessünk a legszebb sportokkal, és tényleg Nyíregyházan itt számtalan lehetőség van. Úgyhogy, és a későbbiekben is bármikor, hogyha nekem versenyem volt,
akkor mind a szüleim, és később a barátnőm, vagy most már feleségem is, ők is mindent alárendeltek annak, hogy én egyáltalán most itt lehessek a válogatottnál, és ezért nagyon hálás vagyok nekik. Az apa szerep mennyire új, mennyire tudtad már elfogadni? Én nagyon el tudtam fogadni, és már nagyon vártam régóta, tehát én maximálisan föl voltam rá készülve. Nem volt bennem semmi félsz, hanem csak azt, hogy mikor lehetek végre apa. Én is nagyon sok szeretetet kaptam a szüleimtől, úgyhogy én ugyanezt próbálom átadni a gyermekemnek. Kislányom Hanna, ő 4 hónapos, egy tüneményes kislány, gyönyörű, szép, tényleg nem csak azért, mert elfogult apuka vagyok, de eddig mindenki azt mondta, hogy csodaszép kis hajasbaba. És nagyon nagy öröm azt látni, hogy napról napra okosabb, egyre szebb, mindent kommunikációtól megértünk, amit ő mond, vagy amit mi szeretnénk neki kifejezni. És hát az az őszinte öröm, amikor például reggel fölkeléskor bemegyünk, és a kis ágynál várjuk, és jár a keze lába, és mosolygó arccal és szemekkel vár, hogy mikor vesztek már ki ebből a kis ágyból. Hát az egyszerűen fantasztikus érzés, most is libavőrös vagyok, szóval most már azt gondolom minden pillanat róla is szól. Melyik volt a leghosszabb mérkőzés az életedben? Izlandi mérkőzés. Ez az olimpia 2012 London hosszabbítással. Melyik volt a legigazságtalanabb? Ilyen nem volt. Ezt örömmel hallom. Ilyen nem volt. Melyik volt az, amire a leginkább izgulva mentél, aminek a legeslegnagyobb volt a tétje? Bocsánat, kicsit gondolkodnom kell ezen, de talán lehet, hogy a bronzmeccsen is izgultam egy picit, bár ott az abban előző este lebetegedtem, mert túl sokáig feküdtem a jegelésben, egy ilyen jeges kádat csináltam, és akkor az úgy nem túl jól jött ki, de nem tudom, melyik meccsen izgultam a legjobban. Fiatal koromban izgulósabb voltam, aztán ahogy a tapasztalatokat gyűjtöttem, és több mérkőzés volt a hátam mögött, ezekre tudatosabban készültem, és ezek segítettek abban, hogy magabiztosan menjek a pályára, úgyhogy egy meccset nem tudnék neked most kiemelni. És ki tudnál le olyat emelni, ahol a szurkolótábor, a közönség a legfantasztikusabb volt, és kellettek? Ilyen viszont rengeteg volt. Volt már Athénban is ilyen, 2004-es olimpián, akkor is nem is tudom, 3-4 ezeren kint voltak, mi keresztapámék is kijöttek, rengeteg magyar volt kint kifestve az arcuk, és már az utcán is eufórikus hangulatot teremtettek, hát még a pályán, és Londonban ugyanez. És egy-egy válogatott mérkőzésen itthon, amikor például a selejtezőkbe ki kellett vívnunk a továbbjutást. Úgyhogy szinte azt mondhatom, a közönség az mindig ott van, nagyon sokszor ott van. Volt olyan mérkőzés, hogy akár betegen pályára kellett lépni, megfázva, lázasan? Sajnos ilyen volt, igen. Kézilabdásoknál azt szoktuk mondani, hogy nincsen sérülés, csak olyan, aki esetleg nem akar játszani. Sokszor a másik miatt is, magunk miatt is el kell vállalni, akkor is, ha félig sérült az ember. Tehát amíg menni bírunk, vagy tényleg nincs olyan probléma, ami ágynak dönt, akkor megpróbáljuk bevállalni azért a játékot. Emlékszel-e olyan mérkőzésre, vagy melyik lehetett az, ami a legnagyobb fordulatot hozta? Tehát mérkőzés közben akkor a fordulat történt, hogy arra már nem számított senki. Akár pozitív, akár negatív. Hányban? A 2010-es világbajnoki selejtezőt épp úgy Szlovéniában játszottunk, mint ahogy most fogunk. Ott 7 góllal ment Szlovénia 15 perccel a vége előtt, és talán akkor mindenki azt gondolta, hogy ez elúszott. És akkor jött egy óriási fordulat, és megnyertük azt a mérkőzést, az egyik. A másik, megint csak az Izlandot tudom mondani, mert ez annyira hihetetlen fordulat volt, hogy 10 másodperccel a vége előtt ők vezettek egyel, és 7-est lőhettek, és kivette a Fazekas Nándi a labdát. A labda, ha jól emlékszem, a Császár Gabi kezébe pattant, onnan talán a Zubai Szabihoz, és onnan még a Lékai Mátéhoz, aki még egy picit meg is csúszott, nem is fogta rendesen a labdát, de belőtte. Szóval olyan hihetetlen fordulata és forgatókönyve volt annak a meccsnek, hogy ez mindent visz eddig. Volt olyan mérkőzés, hogy szakadtam ez? Sokszor, főleg a beállósoknál.
mert ők vannak a, nem csak két tűz között, szerintem ők hat tűz között van, úgyhogy náluk érdemes két-három ezt vinni mérkőzésre. Volt-e olyan, emlékszel-e olyan esetre, hogy valami miatt nem tudtátok lejátszani a mérkőzést? Felnőtt szinten ilyenre nem emlékszem. Ifista koromban volt olyan, igen, hogy nem érkezett meg mondjuk az ellenfél, és akkor elmaradt a meccs, vagy talán valamelyik ilyen csarnokbeázás miatt olyan körülmények voltak a pályán, hogy akkor nem lehetett. Tehát előfordul az ilyen. Itt a család, ha most vendégül lehet benneteket, nagyon szívesen fogadnak ugye nyilván. Vajon mit főzött édesanyád? Mi a kedvenced? Hát sok mindent szeretek, és anyukám nagyon jó szakácsnő. Most, ha jól tudom, bableves van otthon, úgyhogy azt mindenképpen meg fogom kóstolni, de ha csinált hozzá egy kis palacsintát, annak még jobban fogok örülni. És általában egy kis túróruli szokott lenni a desszert, mert az a kedvenc ételem. Úgyhogy a Máté Szalkai túróruli-nál nincs is jobb. A műsor támogatja és a helyszínt biztosítja az Aventinus szálloda és étterem. További támogatóink a makaidental.hu, a Flavin termékek családja, a Prémium megoldás Kft., a Modellek háza és a gyorsnyelv.hu.